Sziasztok, Hangengén P-videót nézzük, Dave vagyok, és ugye megígértem, hogy a ROM Total War-ból fogunk csinálni ilyen videóteszt szerűséget, ami most ugye ő el is érkezett. Ez ugye most nem videóteszt lesz, hanem úgymond ilyen csatákat is ígértem, hogy fogok bemutatni a csatákat. Hát most a római birodalomban a Julius házat és a Britanniát, briteket úgymond azoknak mérem össze a tudásit. Ugye láthatjátok, én vagyok a római házzal. Hogy láthatjátok, a britek meg is indították felém a, hát lehet, hogy nem lesz így vége a csatának, de próbálom gyorsan úgymond lezajlat, úgymond megpróbálni, hogy vége legyen. Ugye ezekkel itt közben. Ezeknek van speciális lövedék. Nem, ezek nem is lőnek. Lőjetek meg. Szerintem ezek most nem tudnak odáig ellőni. Mondom, hamar le akarom forgatni a csatát, ez nem akarok fél órás videóba itt csatázgatni. Szerintem a grafika elég jó, de mondom, ez nem videóteszt, ez nem videóteszt. Úgy, szép volt. Az szép volt. Kicsit lovasokat is meg kéne csapatni majd. Az úgy jó, mert pont sokan állok. Jújj, ez most nem lesz jó. Á, közben ez is oda csapott egyet. Látszasz bele a vízbe. Ugye most itt vagyunk a Nílus parton. Mert nem mernek támadni, mindegy, nekik melyek. Go! Na, közben ezek itt hagyostromoljanak. És amikor az én embereim ott lesznek, akkor azért már nem nagyon kéne támadni. Hát ez nem volt. Most inkább oda hátra felé. Oda, azokat. Lovasokat támadjuk. Hoppá. Na, támadjatok, fiaim. Tétlenek, nem tudnak lőni akkor azokat. De már csak el bírtok lőni. Ezeknek is van védekező mód, hát az komoly. És be is van kapcsolva ráadásul. Azok ott már egymásnak mennek mindjárt. Na. Na, nem tudom, csináljunk egy kis rohamot. Roham. Ez most ilyen roham lesz. Éppen római módszer. Csak hát itt az a baj, hogy ezek itt közben savatkoznak, hogy figyeljétek. Nem tudom, milyen mesterséges intelligencia. Most simán körbe tudnának engem venni. Á, de nem, minek? Ne ettől félt. Hoppá, azt mondom, a lovasokat ide megindítják. Közben ezek is jöhetnek ide. Itt ezeket támadni, és jöhetnek ezek is, körbeveszük ezeket. Hoppá, ezek valószínűleg meg fognak ugye futamodni, ami már be is következett, vagyis nem, de megölték a francenné, meg ezt elhamarkodtam. Fussatok, lehet ilyen testtudó alakzatba felállítani, gondolom ez sokaknak ismerős. Az alakzat. Ti is menjetek ide. Ti is ilyen alakzatba menjetek. És így hoppá. Ugye zíjászok ellen jó, meg lovasok ellen általában ez az alakzat. Még ezek itt berendeződnek. Ezek meg királyú megálltok itt. De támadjatok azért, támadjatok már. Ha nem képes, akkor láig előni, ez nagyon komoly. 4 perc már megy a csata, és még semmi nem történt. Ezek meg itt kezelik ketten ezt a katapult, ezek meg itt nézik. Ezért mi komoly van. Na. Ó, tudjátok mit? Lehet, beindítom. Á, ez király lesz. Beleteszem a lovasokat, hogy menjenek harcolni.
látom, hogy nem nagyon tudják megtörni a védelmemet. Ezt már megtörték, a másikat még nem nagyon, ezeket. De ezeket sem, nem tudják megtörni a védelmet. Most azon, hogy lennének elefántok, ugye, de gondolom rómaiak, amit nem használnak, és most simán ezeket innen kivinném, és beerszélném ide ezek közé. Az jó lenne. Közben egy szép pusztítást végez ez a az ostromtorony, vagy nem is ostromtorony, már elnézést, katapult. De ti támadjatok már, na nem kell most védekezni. Hát itt most nem tudom mi lesz. 17 FPS semmi a játék, maximum húzom minden. Elég komoly. Na, de ti meg oda lőjetek oda a közepébe, úgy. Remélem el tudnak odáig lőni azért. Az szép volt. Feltéve, hogyha talált is. De ez miért nem lő? Ez is tüzelállító dolog. Tüzel. Hát most több emberkét most nem... Lá, ezek íjászok. Na, király. Íjászkodjatok. Jaj, ezzel íjászkodnak, jaj, értem. De akkor lőjétek. Ez a sok ember amúgy minek hozzá? Há, kinyírtam a fő, a hadvezért. Figyeljtek. Conan a barbár. Oda veszett. Ő megtört. Hoppá. Figyeljtek. Ezek itt valószínűleg megfognak, ő menekül, vagy elmenekülek, ahogy látom, igen. És még a többieket be se vetettem azért. Szépen, hát ezt szépen körülvettem őket azért. Ezek itt belül védekeznek. Hát ez szép volt. Szerintem itt már nincsen miről beszélni, elmenekül a fél hadsereg. Ezek erre menekülnek. Hát nem tudom, van-e értelme üldözni. Hát, ahogy látom, már nincsen. És még a fele hadseregemet, vagy lehet még több mint a félét, el sem mozdítottam a helyéről. De még szépen itt állok sorban. De az őröket is ideállítom. És mégis szükségük lenne rá. Ugye az alakzat, hogy lennének még tíjászok, de látom, nincsenek. Hát, szerintem itt már nincsen miről beszélni, nyertem. A menekülőket is üldözik. Mentek ti is harcolni. Azok még ott nem menekülnek, azok csak itt fognak futkosni. Hát láthatjátok, ő. Mert csak egy csapat van, ami nem menekül. Az itt ez. De az nekünk is jön. Azt támadjátok mindenkit. Azok ott nem menekülnek, azok. 2-3 szekér nem menekül. Ja, de nem, többen vannak. Én már helyükbe menekülnék, mert szétaprítom őket. Ennyi, ezek is megfutamodtak. Győzhetetlen a római hadsereg. Na majd a hunokkal. Ők azok elég nehéz legyőzni, de legyőzhetőek ugye hunokkal is. És mindig vannak, akik nem menekülnek. Hát ezt nem értem. Támadjatok. De ezek most, nem tudom, ezt most nem értem. De meghalt az is. Öljétek azt is. Az is elmenekül. Jó, ez szép volt, fiaim. És még mindig vannak, még ott is vannak. De nem jönnek ide. Ó, olyan hadseregem van, nem mernek ide jönni. Ide jöttek, láthatátok, és mentek is vissza. Egyesítem erőiteket. Álljatok fejen, sorba is kész. És mindig vannak, de honnan jönnek, a egyszerűen elmenekültek? Mi, ami utánpótlás érkezett, vagy mi? Hát, ezeket már nem igen futamítják meg, mint az én katonáimat, az biztos, azt tuti. Láthatjátok, meghalt. Az még nem. És ezek is megfutamodtak. És, amint mondtam, fel a hadseregem még. Ott pihen. Azok is nincsenek választva. Azokat ne üldözzétek már. Vissza helyetekre.
Így, na, írja ki a gép, hogy nyertem. Beszarok, és még mindig vannak. Azok még, azok nem mertek letámadni. Ez még egy év, amire ezek odaérnek. Nem baj, gyertek ti is utánpótlásnak, ha léltek ott. Fussatok. Lelkesek, de azért fáradtak. Fáradtak 5 perc csatától. Ja, hogy ezek is jönnek, csak lassan. Na, még azok is. Hát, aztán azokra már nem lesz ott szükség. Lehet, hogy ezekre se. Láthatjátok, nyertem, még lesznek csaták, amikor GC-re játszunk. Hát, ennyi lenne. Sziasztok!